Hello, szevasztok gyerekek, üdv a csatén, Keeper jelentkezik a következő videóval. Annyit leszögeznék az elején, hogy lehet, hogy orfújás lesz, meg hülye hang, meg minden, meg körgés, mert nagyon beteg vagyok. De azért próbálkozunk valamivel, jó? Valamit csinálni. Figyeltek, nincsen kövem, az lehet, hogy nem lesz túl jó. Túl vagyunk terhelve. Na várjatok, először is pakoljuk ki a dolgokat, lehet, hogy kipakolok mindent. Aztán akkor újra szervezzük, meg kéne erősíteni ugye a bázist, az például lehet, hogy nem lenne rossz. Jó, az megy scrapbe, meg tényleg össze kéne hangolni itt a dolgokat, ja, éhezünk is. Úgy kéne nekiállni a hordának, hogy legalább azért jól legyünk lagva. Fú, gyerekek, rettenetesen beteg vagyok. Komolyan mondom, nem tudom, ez hogy lehet, hogy ezt hogy sikerült megoldanom. Így a, hogy mondjam, honnan lett nekem még egy főzőerő? Lett még egy főzőerő közben? Basszus, nem is emlékszem. Előző rész végén egy kicsit el voltam már fáradva, megmondom őszintén, akkor is már bujkált bennem ez a betegség. Aztán, ja, érdekes dolgok történtek. Na, figyeljetek, akkor alapanyagokat le kéne pakolni, hogyha van olyanunk nekünk, a kukoricát is ide bedobom. Ezt el kell rendezni mindenképpen, nagyon, nagyon kakker az egész, amit itt művelt a Keeper. Ja. Igen, megbeszéltük itt a dolgokat, többen írták, hogy jó, akkor használjam ezt a kalapácsot, mert valószínű, hogy nem a legjobb. Ja. Legrosszabb, amikor tüsszentelik el folyamatosan. Hát elnézést, remélem, hogy nem süketültetek meg. Mert úgy gondoltam, hogy azért nem ártana fölvenni legalább egy rész. Basszus, úgy fáj a mellkasom, nem tudom elmondani. Komolyan mondom, nem tudom, mi van velem. Hogy a francba sikerült a gyár közepén ilyen szintre húznom magam. Mármint így... jó, mindenképp pakoljuk ki ezt... Valaki már megint gyikorog. Valami zombi. Egyébként ezek a... Megint sikítós, állandóan ezek a sikítós zombik zaklatnak, ami nem a legbarátibb. Kellene követ szereznünk, mert azt az kevés van. Hol vagy sikítós? Hol vagy? Így van, jó van. Gyere ide, hogy ne futkorászál körbe, léci. Jó, az meg is volt, de lehet, hogy ide csalt majd zombikat. Jó, mindegy, lemegyünk aztán, majd följövünk, ha úgy van. Mivel egy csomó dolgunk van. Jó, hát ezt is le kéne szkrepelni. Meg rendet kéne raknunk itt komolyan, mert azért vannak bajok. Jaj, ne. És zombik, mindig zombik. Mindig a zombik. Na, hol vagy, testvérem? Ó, bazza. Kéne erőltetnem a fejre ütést. Ja, viszont a modot azt vissza kéne rakni. Pillanat, gyerekek. Ugye, azt a lángoló modot. Jó, kettő darab megdöglött. Még van egy. Jó. Talán nincs több, ugye? Nincs a francot nincs. Jó, most már biztos nincs. Remélem. Oda kellemetlen, amikor sikítósat leszpórolja mellék, nem? Ó, egy rendőr zombi. Beszarok, komolyan mondom, hogy itt nem hagynak békén. Hol vagy rendőr zombi, testvérem? Ne van itt, csak itt jön. Ó, és be is terített, bazza. Pedig az oszlop mögött álltam. Jó, ennek is vége. Azt a betyár. Ja, hát kellemetlen helyzetek vannak, szituációk. Erről a létráról meg az várom, mikor fogok leesni most már végleg. Ja, ebből a kalapácsból a módot ezt ki kéne kapnom. És akkor be kéne raknom. Ugye vissza ebbe. Modi. Mert ez valami divícst ad ugye pluszba. Ja, nekem nem jött be az a kalapács, hogy előre elrakom, mert nem fogom azért beszkrepelni, meg ilyesmi. Gyerekek, lőszerünk nem annyira van mi. Úgyhogy lövellőzni annyira nem fogunk tudni. Jó, oké. Tényleg rendbe kell raknunk itt a dolgokat. Hát a kaját azt maradhat nálam. Ilyen murky water meg ilyenek azok menjenek ki. A modifikációknál ugye a... milyen izőm van? Ebben mi van basragva? Ja, egy fejlámpa. Jó, az nekem jobban tetszik egyébként. Minta, tudjátok, hogy mi.
Oké, borokat azokat kirakjuk, alkatrészeket kirakjuk, legyen egy kicsit, kicsit szedjük össze magunkat, egyéb szerves, ugye a papírt is talán ide, ide szokta rakni a képőr, egyéb szerves lehet ez, a fánál legyen ez, fák az van, kövünk egyébként az az, ami nincs, úgyhogy arra szükségünk lenne, fém, jó, meg van ott egy alkatrész is, oké, a fémhez még mehet ez is, az egyéb cuccok, egyéb szervetlenben, ide ez jöhet ez, és egyéb szervesben jöhet ez. Ugye egyéb szervetlenből viszont ezt ki kéne vennünk, és meg kéne javítani, talán ezzel tudom ugye javítani, ugye? Jól gondolom? Jó. Ezt megjavítottuk, ez frankó. Oké. Okay. A fába, meg legyen, legyen bepakolva még ez is. Oké, okay, itt meg van egy ilyen ötös armor, ami... Hát ez lehet, hogy jobb, ugye? Lehet, hogy jobb. Jó, ez az ötös armor, figyeljetek! Teljesen felesleges szerintem beszkrepelgetnem, hanem inkább akkor így elpakolgatjuk, aztán valami lesz belőle majd. Jó, lehet, hogy ki kéne mennem, le kéne szüretelnem mondjuk a kávét, meg rendet kéne rakni, ugye folyamatosan éhezünk, úgyhogy sokkalja kellene majd. Jó, fölkészülünk a zombi hordára, meg ezen a napon le is fogjuk tolni. Tényleg bocs, hogy ilyen hülye hangom van, meg köhögni fogok, meg... Meg ez lesz folyamatosan, de iszonyatosan beteg vagyok, lázam van, fáj a fejem, retteltesen, már vettem be gyógyszert. Náthás vagyok, nem tudtam elmenni melózni se, pedig aztán azért elszoktam. Nem szeretek hiányozni a munkahelyről, ezért egyébként egy nap szabit vettem ki most erre a napra, aztán majd meglátjuk, hogy jobban leszek-e, ha nem, akkor táppénz. Nem tudom. Van egy ilyen hülye szokásom, hogy én rülelek munkából hiányozni, ilyen nagyon keveset, szerintem nem vagyok táppénzzel sem ennyit. Még ha picit beteg vagyok, akkor is inkább szenvedek. Na gyerekek, ez, szerintem ez a fullon vannak. Nagyon jó, murky waterük lesz. Meg itt, ugye ezt le kéne ütnöm. Aztán talán szíret is kapunk, de hát... A szíret nem igen akarja adni, úgyhogy ez így nem a legnagyobb üzlet, hogyha nincsen rá skillünk, ugye. Ez így elég kellemetlen. Nem tudom, mit kellene még csinálni, azon gondolkozok. Ja, fel kéne húznunk. Fel kellene húznunk majd a... Hát egy kis követ kellene gyűjtenem. Fel kéne javítanunk a izéket, a dolgokat. Az oszlopokat, meg a rácsokat. Meg lehet, hogy kívülre is kellene rácsot raknom, meg belőle is kellene rácsot raknom. És akkor egy dupla védelem lenne, úgyhogy azt lehet, hogy meg fogjuk csinálni. Csak néhány darab követ azért össze kéne csattintani hozzá. Viszont egy erővel akkor furhatnám a bázisomat is. Mert ugye ide még lesz mit furni. Úgyhogy azt ugye meg is fogok csinálni inkább. Ja, jó lakottan kéne nekiállni a zombi hordára, meg tele piával. Úgyhogy erre figyeljünk, hogy ne akkor kelljen még kajáért, meg piáért futkozni, amikor a zombik támadása van. Jó. Ja, hát ezt is írtátok, hogy ezt csináljam már meg, mert valószínű, hogy itt is be tudnak törni, egyébként annyira nem. Mármint szerintem túl messze van az a bejárat, hogy így az útkeresésük az megoldja, hogy ezen keresztül akarjanak menni. Meg ez tök jó, mert így konkrétan free tudod javítani ezeket a kőcuccokat, meg ugye az a fém kalapács, ez nem volt az igazi előző részben, úgy lehetett látni. De figyeljetek, srácok, az az igazság, hogy nekem... miért érzünk ennyire folyamatosan egyébként? Jó, ez nem volt túl sokat. Ja, itt arra gondoltam, hogy erre el kellene kezdeni fúrni, és ugye a hordovárot itt fogjuk kiépíteni ezen a részen. Úgyhogy itt mindenképpen végig fogjuk fúrni magunkat, akkor már gyűjtsünk egy kis követ, mármint akkor ide gyűjtsünk követ, ne fölöslegesen ütögessek kavicsokat ki, hanem így akkor egyből megvan a kő is, meg ugye készül az alagutunk is az erre. Úgyhogy egy pár darabot itt ki fogok ütni most. Most már tök jó egyébként gyorsan halad az ásás viszonylag. Ugye az nem egy utolsó szempont, van valami elosztható skillpontunk? Nulla van. Ja, hát ez viszont nem a legbarátibb. Elnézést, tényleg ez bocs gyerekek. Jaj, ez is ki van fúzva, fúra. Ezt meg ugye még húzhatnám, és akkor több alapanyagot kapok. Ja, hát erre még lehet, hogy fogunk rakni.
18-53, no problémo. Nem vagyok teljesen kibékülve ezzel a bázissal, de ha már egyszer elkezdtük, akkor szerintem ki kellene maxolni. Tehát akkor élhetőre kéne csinálni, akkor ez egy ilyen kihívás lesz, hogy muszáj ebből kihoznunk valamit. Ugye a live sorozatban úgyis egy egészen másfajta játékmód és másfajta bázis szerkezetet fogunk kialakítani. Na, jó van, mennyi van? Tehát egy pár ezer darab azért jó lenne, meg hát igazából lehet akár mennyi is, mert kelleni fog, várjatok, ez akkor így. Igen, itt arra fogunk majd haladgatni. Egyébként itt, ahogy lejövünk a létrán, itt lesz egy ilyen nagyobb terület, meg arra is fogunk egyébként haladni, mert arra meg az üvegházam lesz. Ugye azt is meg akarom csinálni, hogy üvegház is legyen. Szóval, itt lesz egy majd egy ilyen nagyobb terem, és innen fognak különböző irányokba elindulni az alagutak, ugye a különböző ellátó létesítményekhez a főépületből. Ugye a főépület a piramis, erre amerre most ásom, erre lesz az üvegházam, erre meg ugye akkor a hordaváró, úgyhogy akkor ez így fog felépülni szerintem. Jó, mert így azért lesz bőven XP-m is, meg lesz kövem is, ami ugye mindenképp kell. Akkor így nem, tényleg nem random helyen kezdek el ásni, tök hülyeség is lenne. Basszus, olyan szinten szar, fú, de szarul vagyok, gyerekek. Azt a rohadt élet. A tegnapi live azért is maradt el, többen írták is, hogy miért nincs live, hát azért basszus, mert döglik a keeper, meg nagyon durván. Jó, majd vágjuk be egy párat, hogy ne itt állandóan éhezzünk. Arra is ugye nem ártana rakni azt, akkor nem ez lenne folyamatosan. Csak hát a skill pontokat próbálom valami optimálisan beosztani. Hát csináljuk egy csomó kabusztont, meg valószínűleg csináljuk belőle is rácsot akkor már. Ugye biztos túléljük, hát nem tudom mennyire fogjuk egyébként. Megmondom őszintén. Viszont azt a buktató rendszert, ami fölfele ugye ugrálniuk kell a zombiknak, azt majd meg fogom csinálni. Mindenképpen, mert ez nem a legbarátibb, hogy így fölrohannak rajt. Érdekes, hogy rájuk nem hat az a fizikai törvény, mint ránk például, hogy lefele gyorsan haladsz, fölfele meg lassan. Hát ők ugyanúgy futnak föl, mint az őrültek. Ugye a lejtőn is érdekes megoldás. Na egyébként hol vagyunk? Ja, itt vannak a fáig, körülbelül itt lesz egyébként a hordaváró, itt. Odáig felássunk, aztán egy ilyen viszonylag olcsó kivitelezésű, de nagyon pro hordaváró lesz. Amiben ugye szerintem konkrétan majdnem mindenféle hordát ki tudunk bírni. Egy ilyen trükkös hordaváró, hát nem cheat, már nem ilyen lebegőépület. Viszont annyi lesz vele, hogy ugye ahhoz, hogy hozzá kell jusson, akkor egy ilyen vékony lécen kell végigjönnék a zombiknak. Ott meg ugye az történik, hogy így lepotyognak, meg lelöködik egymást. És nagyon kevés jut el hozzánk, szóval így leesik, és akkor folyamatosan így föl újra kell jönnie, és még megint leesik. Úgyhogy egy eléggé hosszadalmas folyamat veszi kezdetét így, azzal a hordaváróval, hogy a zombik ugye folyamatosan lepotyognak. Viszont ugye ennek a következménye az is, hogy kevesebb XP-t tudsz benyelni, mivel a zombik így nem spawnolnak újra olyan sűrűen, mint hogy folyamatosan döglenének meg, így kevesebb zombit fogsz tudni lehentelni a hordanapon. Úgyhogy XP szempontjából nem a legbarátibb, ahogy észrevettem. Meg ugye nem tudom, szerintem ez így működik, hogyha a bizonyos számú zombi leszpawnol, és akkor spawnol új, hogyha megölöd. Én ezt így vettem észre, nem az van, hogy 1000 zombi van egy idő után, hogyha nem ölöd meg őket, akkor ugye maradnak mindig ugyanannyi számú körülbelül. Ott itt meg ólom van, vagy mi. Ahogy. Jó, ett egy kis olbunk is. Oké, kamusztot fogjuk majd csinálni.
Egyébként rohadt gyorsan lehet most másni, figyelj, itt vagyok már. Úgy tök baráti. Egyébként ezek a izék, mik ezek a sárga pontok? Nem tudom elképzelni, mik azok a sárga pontok. Basszus, ennyit ástunk ennyi rohadt. Azért ez nagyon jó. Na, de viszont jó lenne, összekaptuk magunkat, mert ez így, ezzel így nem fogunk elvenni búcsúba, úgymond. Bocs, bocs gyerekek, borzalom, borzalom, mennyire ki vagyok. Várjál, izé kellene. Kő, cuccok, és akkor egy kis szeret. Várjál, ezt be kell raknom. Oké, és akkor ezt meg. Recept, water. Oké, csináljuk meg mindet. Lakjuk jól, mint az állat. A maxra toljuk fel a kajákat, ne kell menet közben itt kajálni majd. Kéne csinálni néhány kávét, ha nincs. Meg gyorsan meg kell javítani föl még a dolgokat, ami egy kicsit le vagyok maradva. Amit, amennyit bírunk megeszünk szerintem, lehet, hogy az összeset is. Nem, az már 30, ez már maxra fogja tolni. Jó. Nézzük, hogy mi van. Mézünk van. Van itt még vízünk, akkor lehet, hogy neki kéne kávét állni, csinálni. Értek, ezt ki tudom egy feléd venni? Nem, hanem csak úgy, hogyha elaltatom. Oké, okay, menjél. Mi a fasz baj van a kávéval? Ja, mert nincs elizébe tárazva ez. Oké, okay, csinálok egy kávét. Az piára is jó. Ugye meg stabilát is ad bőven, a izéket kellene, gyerekek, le vagyok maradva, basszus. Full nincs izém. Jobb egészségű csomó, ennyire elhasználtam. Nem vagyok boldog. Mill damage, star resist, ez lehet, hogy kell. Várjátok, ezt inkább ide rakjuk valahova, hogy ezeket ezt benyomjuk. Meg. Ranged damage, az annyira nem. Jó. Itt is van izé, itt is van murky water. Várjál, 21-35 vagy, hülye vagy? Nagyon el vagyok izéve, el vagyok. El vagyok, el vagyok. Csesződve. Izé kellene. Kabusztor. Blokkot. Hú, bazze, el vagyok, el vagyok, el vagyok, le vagyok maradva, gyerekek. Nem vagyok maradva, basszus, 42 van, én meg itt még tökörészek. Nem fürd még meg kávé, vagy valami csoda, basszus. Ó, még 5 perc a kávéig, na, így kell izelni, így kell elcseszni az időt, és nem lesz időt semmire. Ugye? Jó, hogy 3 vizet benyomok, hogy ne menet közben kelljen vizet innom. Ó, hát ezt megint, megint izelni, megint az utolsó pillanatra hagyok mindent, ez nem a legbarátébb. Jó, a murky water, az biztos kell nekünk. Akkor ezt burki voltot már berakom ide, följön le. De egyébként ezt, hogy nem rakja ide, jó, most a cobblestone ott van, de hogy itt kell mindig kiválogatni, ezt nem tudom megérteni. Jó, 57 van, hát 20-ok is, mint az őrpadlibák. Majd gyorsan megpróbálunk följavítani mindent is, ami szét van verve. Melyik volt szét verve? Ez. Ez konkrétan felére le lett verve, basszus. Hát eléggé, megmondom őszintén, hogy lehet, hogy egy kicsit veszélyes lesz. Várjál! Várjál! Azt a betyár! Gyerekek, ezek hogy ütnek meg? Ó, mi a fasz? Nem látok! Azt a rohadt életben mi volt ez? Jézus Isten! Hát ez, ez kicsit erős lett ez a pia. Nem látok kettőig, hogy hol tudok kijutni. Ott van a rendőr zombi.
Valaki kiütötték már a kerítést, hallod? Valaki már a kerítés ki van üdve, gyerekek. Azt a rohadt! Kerítés ki van ürve, gyerekek! Jó, hál' Isten, elmúlott ez a szar! Jézus, úristen! Beteg vagyok, nincsen valami handicapem? De hál' Isten, itt támadnak mind. Úgyhogy ezzel kell valamit csinálni, a védelem. Jó, nem olyan rossz, nem olyan rossz. A picsa. Mindig lebucskáznak, azt újra kell, hogy jöjjenek. Azt a betyár, öcsém! Próbálom felütésekkel. Jó, hogy kiúsztuk maxra ezt a vépönt. Nem találom el, bazze. Szétverem a izét. Ezért kellett cobblestone, gyerekek. Új, ezek bejönnek. Bebugolnak. Szétlépés! Jó, mert mindig ugyanott akarnak bejönni, ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog, nem kell figyelnem százfele, ez jó. Az nem jó, hogy én ütöm ki néha, majdnem. Lúú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 
És leesettem a... Aj, rendőr zombi! Ez a legrosszabb egyelőre. Ugye ilyen robbantós még nincs, az oké. Jaj. Francesen bele! Mindig eltalálom ezt a szarizét. Oszlopot! Hol a rendőr? Ott van led. Én verem szét az oszlopot, baza. Jó, még mélyfél sincs, úristen. Várjál, kéne javítanom ezen. Jaj, ne! Gyorsan kapcsoltam, nem javította, tudod? A cobblestone-t csináltunk. Na, XP az jön bőven szerintem így. Kár, hogy nincs XP-s piánk. Valamit üt az, baza, mit üt az? Megint jön egy rendőr. Baza, nem találod el! Mekkora hülyeség! Mindig fel kell javítani. Egyébként ilyenkor multiban milyen király, hogyha valaki segítene ugye javítgatni. Nem találod el, baza. Nem találod el! Kiütött meg, baza. Jó. Egyen egy kis nyugi, meg kell javítanom. Köcsök rendőr zombi ugye lő. Meg odavert olyat, bazze.
Bejött! Be tud jönni néha, ha bebugolnak. Jó. A rohadt dög! Kurva élet! Nem hiszitek-e, mennyire nehéz eltalálni őket? Ugye az oszlopok között. Amikor tök úgy érzékeli, hogy vagy oda célzol, és egyszer nem találod el. Az a szerencse lepotyognak. Lepotyognak, akkor ugye nem születik újjá, hanem nem spawnol új. Na, azt akartam mondani. Ez nem halt meg. Jó. Mi van, asszonkák? Mit csináltok arra? Nehogy megszopassatok. Mit ütsz? Mit ütsz? Meg ezzel a kalapáccsal konkrétan ilyen területi sebzést. Áááá, de vissza ne! Bazzeg, akkora hülyeség! Hogy nem oda célzol. Ezzel területi sebzést tudsz tolni, úgyhogy az jó. Jó, itt a köcsögök, ne szórakozzatok. Kicsit gyugiba legyetek. Bebugol, majdnem bebugolt, meg be is bugolt szerintem. Megjött a madár, nem tudok kijutni. Az a baj, beraknak egy stunlockba, akkor van végem. Ha véletlen bebugol valamelyik. Kicsaj! Láttam a bugyidat! Jó vagyunk. Ja, az armorom le van amortizálva, látom. Így, hogyha így állok, akkor nem talál le mást. A pár faszát ütsz ott. Egy helyen üssetek, vagy valami legyen. Jól csináltam cobblestone-t, már régen bejöttek óra. Hopp! Rohadt életbe! Áááá! Nem találod el! Miért nem találod el? Mekkora hülyeség! Meg megbugolt. És berohamoztak gyerekek, meg nincs a stamináink. Hú, az már 60%-on volt. Ó, 40%-on volt! Bebugol? Az is bebugolt. Bazen 40%-on volt már csak a felső. Gyere, szédülj ide, na! Úgy! Júj! Én saját magam verem szét ezt a hülye bázist, baze!
Ugol be! Jó, már 2 óra, úgyhogy nem rossz. Bebugolt a csávó. Nagy darab motoros. Jó. Stamina az nugu. Nincs stamina. Jaj. Takarodjatok. Tarvadt életbe. Hogy volt a tea? Nem olyan rossz. Előbb jobban szétverték. Szerencsére nem jön rendőr zombi. Rendőr zombi az egy kellemetlen dolog tud lenni. Szándékosan nem akarok oda rakni egyébként ilyen rácsot most, mert ez tök jó, hogy egy helyen jönnek. Ez egy nagyon jó dolog. Lehet, hogy ezt szándékosan így kéne kialakítani, hogy full egy helyen jön minden. Ez egy nem rossz zombiváró, vagyis hordaváró módszer, hogy betereled őket egy helyre, és konkrétan csak egy helyen tudnak jönni. És akkor sorba jönnek, gyerekek, ez egy jó dolog. És akkor nem kell koncentrálnod egy csomó helyre. Jó, hát ez szerintem sima liba lesz, gyerekek, sima liba lesz. Big Mama jön, a Big Mama. Képerbe kiüti a falat. Meg sokszor nem is akarják ütni, hanem csak így próbálnak befúrni, látod? Big Mama megkeveredett, öcsém. Meg tényleg ilyen AOE támadásokat csinálsz ezzel a kalapáccsal, tehát így vannak egymás mellett öten, akkor mind az ötöt leüti. Úgyhogy nem csak izé van, nem csak egy pontot üt. Ha meglendíted, akkor az úgy mindenkit is ér. Hát hogyha nem csináltuk volna cobblestone-t, szerintem akkor itt tele kuku lenne, gyerekek. Meg hát a izével, gyerekek, a fémkalapácsait nem nagyon érvényesülnék, mert nem lenne elég staminám, még így is néha kifogy. Nem a problémó? A bajbugol! Néha alig tudnak föltápászkodni vissza. Ó, laza lesz, gyerekek. Laza lesz. Jó. De tényleg én nagyobbat sebzek ebben az olyat ráverek erre az oszlopra. Power attack-kal. Jó, hát ez később, ez a bázis ötlet, ez nem jó. Mivel jön egy robbantós, aztán szétfogysan az egész itt, érted? Vagy több rendőr zombi jön, vagy bármi. Ezt a végem van. Ez bebugolt azért, bebugolt. Big Mama. Big Mama már annyit kapott, leszakadt a keve. Megér is most. Ezek a... Jó, ezek nem tűnnek el, ugye? Gyorsan kivegyek értük majd. Az legyen az első. Csávó, az se tudja mit üt, hallod? Néha így beizélnek. Bebolondulnak. Ezt így hadonásznak össze-vissza ott a rampán. Le van verve félig az oszlop, de már csak kibírja.
Új! Jajjaj! Az nem, nem hogy félig van level, mert 15%-a volt gyerekek. Azért az lehet, hogy nem volt lett volna baráti. Jó, hogy ezt így... Jaj, imádom most, nagyon jó. Ezt rohanunk ki, gyerekek, rohanunk ki. Szerintem már meg is indulok, mint a tavaszi virágok, gyerekek. Figyelj, 4 óra, gyorsan kifutunk. És akkor a maradékot leütjük, meg összeszedjük a lootot. Jajajaj! Ha megúsztuk, jó volt ez szerintem, nem? Srácok, mit gondoltak? Csak az a baj, most lesz az, hogy jó lenne kitáblázni, mert bele fogok keveredni. Jó volt ez, tetszett, hajra jó. Jó. Jó ez a, jó ez a, jó ez a kalapács, ki van húzva, maxon az ki, ugye? Olyanokat ütök, leszakad a fejük. Meg ugye az erőm is ki van maxra húzva, tök jó. Tetszik. Na nézzük, mi a szituáció itt. Itt valószínű, ha még jönnek az obbik, az a rész. Jó, semmi gond. Aha, tényleg kiütötték ott egy izajét, kiütöttek egy, ott egy blokkot, e. Boré, látod? És baza, eltűntek a lootok? Nem, ott vannak a... Hát ennél szerintem több loot volt, szerintem tűnnek el. Már aztán nem tudom ám. Nem akarok hülyeséget mondani. Ez kettő egyszerre volt szerintem. Most fölkapkodjuk őket. Volt ott egy távcső alaprajz, vagy mi volt az. Jó, oké. Meg is volnánk. Hát gyerekek, szerintem rohadt jók voltunk. Volt egy-két szoros pillanat, amikor ugye már 10-akárhány százalékra leverték ezeket a dolgokat. De hát alapjában véve ez egy frankó szituáció volt. Tetszett is, megmondom őszintén. Hát az az igazság, hogy következő zombi ordát azt nem itt kellene szerintem már megcsinálni, hanem meg kéne csinálni ezt a zombi várót, amiről beszéltünk. Figyeljetek, ezeket a kajákat meg is ehetném, nem? Nem én, ne? Jó, kaptam egy Millie Vegas üzét megint. Aztán adtam is volna. Ja nem, lehet, hogy itt alul kaptam. Ja, hát kaptam egy ásót. Még egyet. Meg kaptam egy ugyanilyet, ez nem kell. Ezt leszkrepeljük. Jó, néhány acél. Meg egy csomó könyv egyébként, az jó jött. Oké. Okay. Szuper volt, gyerekek. El is felejtettem, hogy beteg vagyok. Lóhol. Mi az azzal? Na. El is felejtettem, hogy beteg vagyok. Tök jó volt, gyerekek. Javítsuk meg a dolgainkat. Oké. Okay. Élvezetes volt, komolyan mondom. Csak itt ugye kiütötték itt a blokkot. Érdekes, hogy miért gondolták úgy, hogy ezt itt ki kell ütni. És jó irányba is mentek volna, meg kapásból. Látod, hogy itt meg ugye még izé van. Még ilyen. Na. Ja, itt kezdtek bele, de ez egyébként tök bázni volt, hogy... De ugye vagyok, izével is javíthattam volna kalapáccsa. Ó, én meg izével... Biztos fogtátok a fejeteket, szerencsétlen nézőim. Szerencsétlen nézőim. Hogy miért nem a izével vas kalapáccsa javítok. Ó, bocsánat érte egyébként. Jó. Meg a 22. napon vagyunk, hogy az elég baráti lett. Ja, a Rigruska által küldött zombi várót, ezt meg fogjuk csinálni mindenképpen, lehet, hogy a következő részben meg is csináljuk, annyi, hogy ahhoz, hát nem olyan sok alapanyag kell, az lesz a jó. Nem zombi váró, horda váró, mindig kijavítatok, hogy nem, ez nem izé, nem, hogy is hívják, nem váróterem, nem akarom meggyógyítani a zombikat. Ja, itt azért izére ütögettek, meg gondolom, amikor a rendőrzombi ide durrantgatott, lövöldözgetett. Jó, oké. Gyerekek, szerintem ez így frankó. Nő az erdőnk. És akkor ugye, mivel középen fogjuk kifúrni magunkat, akkor valahol itt lesz a hordaváró. Itt. Tök jó az a hordaváró. What the fuck? Bázza, mit akarsz itt, te szarvas-barvas? Várjátok, van nekem ilyen trekkingem, ugye?
Hoppá. Elvileg valamit trekkeltem is. Ez hol van? Hogy látom? Ez a térképen is látszik. Ja, nem ezt akartam. Ez mi az, hogy 20-ek? Vagy 20-es? Ott egy nyúl, bazza, mutatja a térképen. Hát beszarsz neki. És tényleg, gyerekek, odarész, ott egy nyúl. Nem hiszed erre, bazza. Mutatja, hogy van ott egy nyúl. Ez tényleg jó az az animal tracking dolog. Szóval van kávé? Ott van a izé, bázison túloldalán. Ott héterezik. Ja, és izé, el tudom veszíteni a nyomot. Aha. Mondom, hogy hány másodpercig látja. Aha. Jó. Itt van előttem elvileg egy nyúl. De jó. Vagy lehet, hogy a nyúlikor az csak egy ilyen általános dolog. Aha, távolodik. Ez azért az nagyobb bobba, te. Ja, és ott van a izéd is. A távcsöver. Öcsém, ez volt jó. Ez kurva jó ez a skill. Hát gyerekek, ez nagyon jó ez a skill. Ezt köszönöm szépen, hogy ezt megmutattátok. Csak meg kell találni már Gyulát. Verejsz nyúl, bement a fészekbe. Na csak hülyeskedek, csak ide kiveszem ezt. Hol a pöcsőben van a nyúl? És ez hogy hol sikerült elvesztenem? Mennyi fészek? De hol a nyúl? Nyúlan túl. Bazaj, ennyire bére nem lehetek, nem látom a nyulat. Itt lőttem le, hogy basszus. Hát hol van ez a nyúl? Bebugold valamibe? Most ez rohadtul érdekel. Nem hiszed el, bazd, nem hiszed el, hogy nincs meg a nyúl, hallod? Komolyan mondom, most már elengedném régen, mert ott rohadjon meg egy darab nyúl. De bazd, engem nagyon idegesült. Hát öcsém, hát hova tűnt a nyúl? Innen jöttem, itt lőttem le valahol. Lehet, hogy eltűnik egy idő után. Hát de ennyi idő után. Ez komolyan mondom, hogy elbugold? Vagy mi a fasz? Gyerekek, elvesztettem a nyulamat. Na jó, mindegy. Egy a fene. Hát nem hiszem. Egyébként nem vártad volna azt nézni, ugye? Nem össze-vissza nézelődni, amikor lelövöm. Hát hogy sem össze elveszett ez a nyul. Komolyan mondom, hogy vakon vagyok, bazze. Jó, ott rohadja meg a gyulacska. Ja, meg kell csinálni egyébként ezt a hordavárót. Úgyhogy következő részben szerintem arra rá fogok függeni, meg fogjátok látni, hogy milyen frankó. Még egyszer köszönöm annak, aki küldte. Többet nem mondom a nevét. Ja, itt tök jó, mert nem tudtak bejönni. Ugye itt megakasztotta őket ez is, meg ez is. Ez nem volt egy rossz koncepció szerintem. Sőt, már nézzük még, trekkeljünk animálokat. Hát, hogyha, de nincsen. Jó. Semmi gond. Nem szenvedünk semmiből hiány, gyerekek. Úgyhogy nincsen problém. Viszont, mennyi cucc van nálam? Jó sok, mi? Csomó lőszert is kaptam, lol. Még 44-es magnum lőszert is. Ja, egyébként elmennék még egy küldetésre. Nem is tudom, mit kell. Ja, ízét kell, ki kell pucolni a területet. Csak nem vagyok minden szarra. Még csinálnék egy küldetést nagyon hamar. Hogy vágyom rá. Nem öltem elég a zombit még mi. Kettő darab skill pod van. Gyerekek, hogyha esetleg gondoljátok, akkor írjátok meg mire. Master Chief. Az még lehet, hogy jó. Heavy Armor. Modern. Egyébként ez is jó lenne nekem. Mert én rengeteget üzélek. Rengeteget dolgozok. Úgyhogy most fel is költöttem. Ugye nagyon sokat csinálok struktúrákat.
Úgyhogy lehet, hogy jó lenne az, hogyha tudnék így még több anyagot kinyerni. Főleg esetleg a ritkábbakból, ugye? De hát minden is kell. Jó, hát figyeljetek, még egy küldit hadd toljak le, most egész jól érzem magam, most csak egy kicsit fáj a torkom brutálisan. Figyeljetek itt, meg szerintem minden is lefőtt. Ugye? Kafe, az is jó. Oké, viszont a húst azt felrakhattál, meg van ilyenem most. Egy darabot tudok csinálni, hát ez mindig izé van, mindig probléma van. Ebből várjátok, ahol vannak a tojás, nincs a tojás. Van öt tojásom, akkor... Tudok még csinálni hármat, és ez rohadt jó kaja, ez nagyon jó. Itt is rendet kéne rakni már, mi? Mert nem nagyon van, nem úgy néz ki, hogy nagyon rend van. Egyéb szerves, egyéb szervetlen. Ja, és az ízét a tűt, tök durva, hogy ezt mondtátok, hogy ez a vérzés ellen jó. Úgyhogy nem ártan azt is használom. Van egy sisakom is, ezt mondjuk ide jön ugye egyelőre. De kell, majd eldöntjük, hogy mi lesz. Egyéb szerves. De még jön ez, meg ez, meg a fémhez jön ez. Egyéb szervetlen. Az jön a ragasztó. És akkor ezeket meg ki kéne szórnom. Franc egye meg. Várjál, még valami. Ezt is kirakom. Mert ugye beszéltük azt, hogy hát nem a leg hatékonyabbak. Alapanyag, meg. Meg jöhet ez. Oké. A gyerekek, csapjuk neki egy küldet és csináljuk már meg valahogy vágyik rá a képer. Vagy egy-két küldetést, jó? Vagy esetleg következő részben? Legyen egy küldetés az őrnap? Lehet szerőlem. Egy komplet küldet, csak full küldetésre. Ráfüggünk a következő részben, jó? Köszönöm szépen a figyelmet, nagyon jó volt egyébként, élveztem nagyon ezt a zombi ordát. Írjátok szerintetek, hogy mennyire volt pacek. Elviselhető volt. Nem volt a legjobb, nem a legjobb volt, de azért elviselhető volt. Na köszi szépen, csá!